Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Rendkívüli képviselőtestületi ülés zajlott a Városházán az elmúlt héten. Elsőként erről számolom be Önöknek. Mi indokolta a július 22-i rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását? Jó néhány olyan pályázat van, aminek a határideje kötelez bennünket, ha be akarjuk adni a pályázatot, és ez miatt tartottuk a rendkívüli ülést. Szó volt az egy napi rendi pontban a Miért éppen Ajka című projektről. Hogy fogadták ezt a képviselők? Hát szerintem jól. Igen, nagy volt az érdeklődés. Ugye erre számítottunk, és ugye nem voltak egyforma vélemények, erre számítani lehetett, de a fogadtatás az szerintem az megfelelő volt, és több olyan észrevétel volt, amivel még hát csiszolni kell ezt a programot, mielőtt majd kilépünk vele az ország nyilvánossága elé. Ezen a programon hány bizottság dolgozik, és hány fő? Hát több állandó bizottság is közreműködött, és ideiglenes szervezetek is adtak javaslatot, például a kamara, aki ugye nem tartozik a bizottsági struktúrába. Másokat is, külső szakértőket is megkerestünk. Ugye a ajkai vállalatok vezetőivel külön egyeztettem ezt a programot, a nagyobb vállalatok, nagyobb munkahelyet jelentő vállalatoknak a vezetőivel, és másokkal is, úgyhogy sok ember dolgozott ezen. Még el se kezdődött a roadshow, de már vannak jelentkezések és érdeklődések. Mennyire vár a város sikert ettől a programtól? Tehát ez a városnak a mostani történetében egy igen jelentős állomás. Hát régóta volt ilyen, hogy 3% alatt van a munkanélküliség, és több mint 300 emberre szükség van különböző munkakörökben. Tehát ez a kettő együtt működik. Hát ilyen a 70-es években volt, hogy ilyen munkaerő igény jelentkezne egyszerre. Tehát ezt ahhoz mérten kell kezelni, és ráadásul ez nem egy pillanatnyi helyzetnek fogható fel, hanem egy viszonylag tartós konjunktúra áll mögötte, hiszen főleg az autóipari beszállítóknál beszélhetünk erről a konjunktúráról. Az autóipar pedig valóban egy huzamosan trendnek a közepén van, úgyhogy mi ettől azt várjuk, hogy be tudják majd tölteni a vállalatok ezeket a munkaköröket, amire keresnek embereket, és ezáltal még a város lakossága is tud majd növekedni. A dolgozó a munkahelyén jól érzi magát, viszont a szabad idejével is szeretne mit kezdeni. A város egészen mit tud ahhoz tenni, hogy vonzó legyen? Kulturális sport és egyéb rendezvényekkel. Nézd, az ajkai embereknek nem kell elmondanunk, hogy tulajdonképpen mi található a városban, hiszen nap mint nap igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, igénybe veszik a strandot, októbertől már reményeink szerint újra az uszodát, és különböző sporttelepeinket, színházunkat, egyéb lehetőségeinket, de az idegenek ezt nem ismerik, és ott be kell mutatni. Na most a bemutatásra különböző eszközöket veszünk igénybe. Hát honlapot szerkeztünk, kiadványt fogunk megjelentetni, papíralapon fogjuk átnyújtani, hogy mit tud nyújtani a város, és más eszközöket is igénybe veszünk, hogy megismerjék Ajkának a helyzetét és a szolgáltatásait. Ha valaki a város az ország másik végéből ide Ajkára költözik, akkor az első és legfontosabb a szállás. Ebben a város mit tud segíteni? Na most ugye a szállásnak különböző fokai vannak. Hát én is úgy kezdtem a pályámat annak idején, hogy 2 évig albérletben laktam a feleségemmel. Szerintem az egy természetes dolog, hogy az ember először a kezdő szállás helyeket veszik igénybe. Tehát nem mindenki fog azonnal lakást vásárolni és építkezni. Tehát az első ilyen kezdeti lépés szerintem a legkezdetlegesebb a munkásszállás. Hát több mint 100 olyan lehetőségünk van a városban, ahol munkásszállást tudunk biztosítani, aminek a költségeit a vállalatvezetőkkel történt megállapodás alapján közösen fogjuk majd viselni, tehát a vállalat, a szállást igénybevevő és az önkormányzat fogja ezt a költséget vállalni. Aztán az albérlet, ugye albérleti hozzájárulásokat tudunk majd megállapítani annak, aki nyilvánvalóan rászorul, tehát nem mindenkinek,
és hát ott is természetesen a munkavállalónak, vagy a szállást igénybevevőnek is részt kell vállalni a költségekből. Ugye lakásokat újítunk fel, lakásokat is tudunk biztosítani, és a támogatási rendszerünket is úgy fogjuk átalakítani, pontosabban már át is alakítottuk, hogy mind az építkezők, mind a lakást vásárlók, a használt lakást vásárlók is támogatásban tudnak részesülni. Miért tartózkodtak a Miért éppen Ajka program szavazásakor? Igazából mi egy kicsit másképp látjuk, mint ahogyan a városvezető oldal. Mi úgy gondoljuk azt, hogy ugye önként vállalt feladatot vállal most magára az önkormányzat, hogy megpróbálja összefogni itt a munkadók és a munkavállalóknak a helyzetét a városban. Én úgy gondolom, hogy kell és igenis kötelesség az, hogy valamilyen szinten ezzel foglalkozzon az önkormányzat. Itt a mértékkel vagyunk egy kicsit bajban. Mi úgy gondoljuk, hogy van egy szint, amivel már nem kell foglalkozni, és ez a szint úgy gondolom most az előterjesztésben ezt egy picit túllépi az önkormányzat, és ezért gondoltuk azt, hogy mivel bizonyos kereteken túlmutat az önkormányzatnak a vállása, ezt nem igazából tudjuk támogatni. Ugyanis úgy látjuk, hogy nem biztos az, hogy szerencsés, hogy bele nyúl az önkormányzat itt a vállalatoknak a bérezési kérdésében. Teljesen természetes az a kívánalom, hogy a városban a mai munkavállalók megfelelő bérszínvonalért tudjanak dolgozni. Sajátos és sajnálatos módon itt a városunkban a bérszínvonal elég alacsony. Teljesen természetes az, hogy ezt valamilyen szinten a munkadókkal egyeztetni kell, és arra kell törekedni, hogy ez fejlődjön. Ehhez partnernek kell lenni az önkormányzatnak, viszont partnernek kell lenni a munkadóknak is. Én úgy látom, hogy ezt a kapcsolatot, hogyha létre tudja hozni az önkormányzat és a munkadók, akkor az szerencsés és kiváltos, viszont nehezen tudom már képzelni azt a gazdasági helyzetben, hogy a munkadók önként és dalolva emeljenek bért a dolgozóknak. Ebben, hogyha tud segíteni az önkormányzat, az természetesen jó dolog, viszont mi úgy látjuk, és mivel én is a munkavállalók oldalán állok, és magam is munkavállaló vagyok, én úgy látom, hogy ez nagyon nehezen keresztül vihető, nagyon sok munkát kell belefektetni az érdekképviseleti szervezeteknek, és talán ebben esetleg a kamara is tud segíteni, hogy arra inspirálja a munkadókat, hogy a bérszínvonalat a megfelelő szintre emeljék Ajkán és a térségben, hogy ha ez megvalósul, akkor természetesen van ennek a projektnek létjogosultsága, és akkor örömünkre szolgál, hogy a munkavállalóknak esetlegesen az önkormányzat tudta segíteni ezt a bérszínvonal növekedést. Viszont én továbbra is úgy látom, hogy vannak olyan feladatok, amelyet próbálnak a munkadók átpasszírozni az önkormányzat térfelére, és ugye ez az önkormányzat mint emberanyagban, mint anyagiakban is megterhelést jelent adott esetben, és nem biztos, hogy szerencsés az, hogy bizonyos feladatokat, lásd a munkaerő toborzást, azt átveszük a munkadóktól, és ezt az önkormányzat akarja esetlegesen a saját berkeiben megoldani.